Vámmentesség a megyében, Záhonyban jött létre az ország első 17 000 négyzetméter nagyságú vámmentes területe. 4 milliárdos beruházás, lerakták a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola alapkövét Fehérgyarmaton. Megnyílt a Szent László örökség út, a kezdeményezés célja, hogy megőrizze és megerősítse a lovak király örökségét. Létrejött Magyarország első vámmentes területe Záhonyban. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Záhonyi szabadvállalkozási zónában a több mint 17 000 négyzetméteres terület vámszabaddá tételét a Nemzetgazdasági Minisztérium engedélyezte. Ez jelenleg le van zárva, a ki- és belépési előírásokat a napokban rögzítették a NAV képviselőivel. Már most vannak érdeklődők, és továbbra is várják azon cégek jelentkezését, akik itt szeretnének letelepedni. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének kezdeményezésére a Záhonyport ZRT kérelmezte a saját közvámraktárából elkülönített több mint 17 000 négyzetméteres terület vámszabaddá nyilvánítását. Így létrejött az első ilyen terület Magyarországon. Az engedélyt a Nemzetgazdasági Minisztérium megadta, így megvan a lehetőség, hogy fellendüljön a térség és Záhony nemzetközi áruforgalmi és logisztikai csomóponttá váljon. A térségnek jelent ez egy nagy lehetőséget, hisz állandó munkahelyek jöhetnek létre, ezek az állandó munkahelyek bővülhetnek, és nyilván kezdetben esetleg egy ilyen kisebb munkaerő igényességet, betanított munkát igénylő tevékenység a későbbiek folyamán szakmai munkákká, egy nagyobb hozzáadott értéket termelő tevékenység keretében igényesebbé válik, és ami nagyon fontos, hogy a térségben ez azokat a fiatalokat, amelyek ugye kiművelt emberfőként eltávoznak a térségből, a megyéből, visszajönnek, hazajönnek, letelepednek, és ezeken a munkahelyeken kaphatnak munkát, és tudnak érvényesülni. Nem csak munkahely teremtés és megtartás szempontjából fontos ez a terület. Letelepedés esetén a cégek kedvezményeket kaphatnak a térségben, és az önkormányzatoknak is van lehetőségük további helyi adók alól mentesíteni őket. A nagyobb beruházásoknál pedig akár a kormány is kedvezményezheti a vállalkozásokat. Dolgozunk egy projekten, hogy Kína irányába, és Kínából Magyarországra, az Európa Unióba a konténeres áruszállítások újra napirendre kerüljenek, növekedjenek, szélesedjenek, tehát újra kerüljön a vasútra a konténerszállítás, a kombinált fuvarozás. Ennek apropóján voltak már itt nálunk cégek, amelyek érdeklődtek a térségben, hogy megvessék a lábukat, egy hídfőállást építsenek ki. Ez a vámszabott terület nyilván az ő részükre is egy nagy lehetőséget nyújt, és ugye itt már azért már a ugye Kína irányából, illetve Kína és Korea irányából nagyon komoly híradástechnikai termékek is érkezhetnek ezeken a konténerekbe. A hosszú távú tervek között szerepel az is, hogy amennyiben olyan cég érkezik letelepedési szándékkal, amelynek tevékenységéhez a terület nem megfelelő, úgy lehetőség van a vámszabad terület bővítésére. Erre jelenleg egy 7500 négyzetméteres fedett közvámraktár és számos kihasználatlan terület is rendelkezésre áll. A református egyház legnagyobb értékű beruházása kezdődött el Fehérgyarmaton, letették az alapkövét az új iskolának. A Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola építéséhez a kormány 4 milliárd forintot biztosít. A magyar kormánynak fontos a színvonalas oktatás biztosítása, a gondos és értékteremtő közösségek támogatása, emelte ki beszédében Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter a vasárnapi eseményen. Az időkapszula helyére került a Szatmári városban, új református iskola épül fel. 2019. szeptemberében már itt kezdheti meg tanulmányait mintegy 450 diák. Az alapokat már letették, az építkezéshez szükséges források is rendelkezésre állnak. A reformáció 500. évfordulója egyben különleges alkalom egy új református iskola építéséhez. Emlékeztek meg az ünnepi beszédekben a jeles alkalomról is az eseményen. Az egyházi iskoláknak a színvonalas oktatás mellett kulcsfeladata van a közösségépítésben és a keresztény értékek közvetítésében. Növekszik azoknak a gyerekeknek a száma, akik egyházi iskolába látunk, az ennek a missziónak a vállalását jelenti. Ez egyben egy komoly feladat, de egyben a komoly lehetőség is. Számokat tekintve, amikor az 1990-es évek elején a rendszerváltozáskor
1000-2000 gyermek volt, tehát egy pár ezer gyermek, aki egyházi iskolában járt. Ez a szám 2010-ben felment 110 ezerre, kicsit több mint 110 ezerre, és az elmúlt 7 évben például ott állunk, hogy több mint 210 ezer gyerek, tehát több mint 210 ezer gyermek tanul ma egyházi fenntartású iskolákban. A következő években jelentős iskolafejlesztési program segíti az oktatást, ebben állami és egyházi iskolák is megújulhatnak. Iskolát építünk, mert nemzetünk fontossági listáján a gyermek az első. A magyar kormány felelősnek érzi magát a nemzet valamennyi gyermekéért, mondta a fejlesztési miniszter. Nekünk az a fontos, hogy megfelelő szintű oktatási intézményben tudjon az ország valamennyi településén a gyerek tanulni. Ez azért érdekes, mert ha most rápillantunk a térképre, azt mondjuk, hogy Budapestől már sokkal messzebb nincsen pont, mint például a fehérgyarmati település, város, és mégis akkor már úgy gondolta, hogy azt kell mondjam, hogy tudtommal ez a tiszántúli régió, sőt talán az egész Budapestől keleti régió legnagyobb iskola fejlesztése. Ilyen lesz az új általános iskola, a másfél hektáros telken épülő háromszintes épületben 16 osztályterem, szaktantermek, csoportszobák és egy új étterem is helyet kap. Az új létesítmény a testnevelés lehetőségeit is kiszélesíti. Én külön örülök annak, mivel testnevelés tagozatos iskoláról is szó van, és hogy az egyházi iskolaként is fontosnak tartja a helyi református gyülekezet, hogy az épp testben, épp lélek gondolatkört követve a fejlesztés megvalósuljon. A fejlesztés a református egyház legnagyobb beruházása az országban. Az elmúlt években több mint 2 milliárd 625 millió forintból a térségben 64 templom is megújulhatott. 44 erdélyi és magyarországi település tömörít a Szent László örökség út, amelyet pénteken nyitottak meg Kisvárdán. A kezdeményezés célja, hogy megőrizze és megerősítse a lovak király örökségét, és a közös értékek által a nemzeteket közelítse egymáshoz. Az út kulturális, természeti és építészeti örökségeket foglal magában, amelynek körét a jövőben tovább kívánják bővíteni. Ez azoknak a településeknek a listája, amelyek a Szent László örökségút részét képezik. Erdélyből egyelőre Bihar, Hargita, Hunyad, Kolos, Kovászna, Maros és Szilágy megye 32 települése, Magyarországról pedig 12 település, többek között Szabolcs, Napkor, Baktalórántháza, Laskor és Kisvárda tartozik bele. Az egész Kárpát-medencét érintő Szent László út kiépítése még idén januárban kezdődött el. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ügyvezető elnöksége és az iskola alapítvány szervezésében. Azok a települések kerülhettek be az örökségútba, ahol például épített vagy természeti örökség található, hozzájuk a Szent László mondavilág valamely eleme köthető, valamilyen formában a lovak király nevét viselik, illetve követelmény volt, hogy éljenek ott magyar emberek is. Célja, hogy hálózatba szervezze azokat a magyar lakta településeket, ahol a mai napig fellelhető az Árpádházi király öröksége. Ő gyakorlatilag most a 2000-es esztendőkben is, a 21. században is egy olyan közép-kelet-európai örökség, közös örökség, amely elsősorban a magyarokhoz köthető, de a népeket is összeköti. Ezt a szellemi örökséget kell továbbvinni, és nyilván ennek a tárgyi örökség részét is. A Szent László örökségutat pénteken Kisvárdán indították el ünnepélyesen. 1085-ben a település egykori helyén aratott győzelmet Szent László a kunok felett, és alapított ezt követően egyházat itt. A város azóta 1000 szállal kötődik a lovak királyhoz, amely kötődést a jövőben tovább szeretnék erősíteni. Szeretnénk nagyon határozott hagyományát tenni a Szent László napok megünneplését, tehát ehhez kötni a város alapítását. Úgy néz ki egy projekt keretében a római katolikus templomok a szentélye, ami középkori építmény, annak a felújítása, rekonstrukciója szintén egy olyan dolog lehet, amelyre építhetünk, illetve van egy középiskolánk, Szent László neveit vette fel, ami régen az Orsia rend működtetett, tehát úgy gondolom, hogy van mire építenünk. Az ünnepségen részt vett Navracsics Tibor is. Az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa szerint Szent László nem csak korának volt európai államférfia, hanem öröksége ma is élő. Szent László ilyen értelemben egy kiváló példa, hiszen egy olyan történelmi személyiségről van szó, akinek a tettei mind a mai napig megtapinthatók az épített örökségben, az általa hátrahagyott tárgyakban és a nem épített örökségben is, mint például a magyar állam intézményrendszerében, jogszabályaiban, mind-mind ott van Szent László kezenyoma.
Az Örökségút a megye turisztikai és örökségvédelmi szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír, így további fejlesztések is várhatók. Egy újabb dimenziót kapott ezzel a projekttel ez az örökség túra, és azt gondolom, hogy a további években is még újabb elemekkel fog gazdagodni. Európai Uniós pályázaton gondolkodunk, amelyben a megyei önkormányzat, a megyei fejlesztési ügynökség is aktívan részt fog venni. A Szent László örökségúthoz interaktív honlap, mobil applikáció és útvonaltervező készült, hogy a múlt értékeinek megismerése mellett az emberek is megmutathassák értékeiket, legyen szó akár pálinkafőzésről vagy lekvárkészítésről. A tervek szerint az örökségútat a jövőben a teljes Kárpát-medencére kiterjesztenék. Közel 80 egészségügyi dolgozó válthatta ki új e-személyi igazolványát ma a József András kórházba kitelepült mobil kormányablakban. November 1-től indul az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér, az ügyintézéshez és a betegellátáshoz pedig szükséges számukra az új típusú azonosító okmány. A József András Oktató Kórház közel 80 dolgozója készítette el új e-személyi igazolványát hétfőn a kórházba kitelepült kormányablakban. Azért is fontos számukra az e-személyi kiváltása, mert jövő hónaptól indul el a házi orvosok, járó beteg és szakrendelők, patikák és nem utolsó sorban a lakosság számára az internet alapú komplex, interaktív adatbázis, az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér. A szolgáltatás egyik feltétele, hogy minden olyan egészségügyi dolgozónak rendelkeznie kell e-személyivel, aki az ESST-hez kapcsolódóan betegadatokat fog továbbítani. Fontos dátum egyébként ugye a november 1-e, amikor ugye az EST be fog állni és működőképes lesz. Ugye ez egy olyan szolgáltatási tér, amelyben mind az egészségügyi dolgozók, mind pedig a kórházakban, mind a járóbetegellátásban, mind pedig a gyógyszertárakban dolgozó személyek, ugye most már elektronikus személyigazolványok segítségével tudják a beteg adataikat rögzíteni, illetve innentől kezdve mind a vényeket, mind pedig ugye a gyógyszerfelírásokat ezt teljesíteni és rögzíteni. Dr. Adorján Gusztáv volt az első, akinek hétfő reggel elkészítették az új e-személyi igazolványát a mobil kormányablakban. A főigazgató elmondta, az új informatikai rendszer a hatékonyabb egészségügyi szolgáltatás segíti majd. Olyan fajta betegellátás biztosít, amikor a beteg adatai bárhol megtekinthetőek lesznek, majd az ország bármelyik területére megy, hisz az orvos egy azonosítóval tud belépni, ez a bizonyos eszemigazolványa, illetve az egészségügyi szakdolgozók isnak egy bizonyos csoportja, akik közvetlenül részt vesznek az ellátásba, ők rendelkeznek ezzel, és praktikusan ez egész országra ki lesz terjesztve, tehát bármi kórházban bekerül valaki, vagy rendelőbe, akkor ott utána nézhető a kórelőzményet. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal kiemelt ügyként kezeli az egészségügyi dolgozók okmányigényléseit, ezért a mobil kormányablak kitelepülésén túl dedikált idősávval és ügyintézői ablak megnyitásával segítik az e-személyi ügyintézését. 50 ezer forintos nyugdíjminimum és az idősek 13. havi nyugtatásának visszaállítása. Többek között ezeket ígéri az MSZP egy esetleges kormányváltás esetén, közölte a párt országgyűlési képviselője Nyíregyházán. Legény Zsolt hozzátette, a párt bevezetné a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét, illetve a rokkant ellátás rendszerét is felülvizsgálnák, utóbbi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érinteni a leginkább. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a forrás már jelenleg is rendelkezésre állna. Nagyon alacsony nyugdíjakat megpróbáljuk felzárkóztatni, hiszen ezt a nagyon magas nyugdíjakat is csökkentve meg lehet oldani, és természetesen azt gondoljuk, hogy a megalomán beruházásait a jelenlegi kormánynak azokat meg lehet szüntetni. Ma van a kenyér világnapja, ennek alkalmából szervezett adományozást 6 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pékség és a Magyar Vöröskereszt Nyíregyházán. A Pékek Világszövetsége még 2001-ben döntött úgy, hogy október 16-a legyen a kenyér világnapja. A karitatív programban pékárut és kenyeret adományoztak a rászorulóknak a Kossuth téren. Szeretnék felhívni a figyelmet a kenyérnek a jelentőségére, hiszen valamikor az élet része volt a kenyér, és ugye Magyarországon is szeretnék, hogy ezt a kenyér hagyományát, kenyérnek a tiszteletét visszahozni. Karitatív jelleggel van megszervezve ez a mai nap, ahol az ország minden részén, Magyarországon 2004-től minden részében a pékek adományoznak a rászorultóknak, vagy óvodáknak, iskoláknak pékáru terméket. Fának csapódott egy személygépkocsi szombaton kora délután a 41-es számú főúton a 36-os kilométernél Rákóczi tanya közelében. A jármű az ütközés következtében ketté szakadt.
Az autó két utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életüket vesztették. A legélőbb testvérvárosi kapcsolat fődíjat nyerte el közösen Nyíregyháza, Izerlón és Korzsóf. Az elismerést a Német Élőváros Alapítványtól kapták, főleg a kiemelkedő ifjúsági kapcsolataik miatt. 32 ország, 320 pályázata közül lett az első a magyar-német-lengyel testvérvárosé. Nyíregyháza és Izerlón között már 28 éve aktív a kapcsolat, ez még Sebestyén Sándor és a sóstói művésztelephez köthető, hangzott el a sajtótájékoztatón. A partnerséget 2004-ben bővítették ki a lengyelországi Korzsóf városával. Együttműködésüket a Német Élőváros Alapítvány jutalmazta, ugyanis számos projektet valósítottak meg közösen. Ilyen volt például az ifjúságpolitikai, a női egyenjogúságról szóló és a fogyatékkal élők inklúzióját tárgyaló konferencia sorozat. Kiemelném a fiatalok, az iskolákkal való kapcsolattartás rendszeresen, jönnek diákok, mennek tőlünk oda, egy-egy szakterületek, művészet, a szociális gondoskodás, vannak közös sikeres pályázataink, projektjeink, és dolgozunk azon, hogy legyenek is. Most is van folyamatban egy. Az Élőváros Német Alapítvány díja azért is számít nagy elismerésnek, mert 32 ország összesen 320 pályázatából lett a nyíregyházi kapcsolat az első. A kitüntetés mellé egy 15 ezer eurós összeg is jár, amelyet a kapcsolatok további ápolására fordítanak majd a közeljövőben. Gólt nem, de nagy taktikai csatát és izgalmas mérkőzést hozott a Nyíregyháza Spartakus és a Kisvárda mérkőzése. Az MB2-es megyei rangadón mindkét csapat előtt akadtak lehetőségek a gólszerzésre, de végeredményben igazságos döntetlen született. Már mindenféleképpen jól indult a Nyíregyháza Kisvárda összecsapása labdarúgó MB2-ben, hiszen valamennyi osztályt tekintve a Szabolcsi megye székhelyre látogatott ki a legtöbb néző, egészen pontosan 4238. A Nyíregyháza keretéből sérülés miatt továbbra is hiányzott Rudolf Gergely, helyette Kesztyűs Barna kapott lehetőséget. A Kisvárdában pedig Délceg léphetett pályára a középpályán, a sérülése miatt a cserepadon kezdő Oltán helyett. A két csapat elmúlt mérkőzései nagy taktikai csatát hoztak, az előzetesek alapján ezúttal is erre lehetett számítani. A hatodik percben Dragón Eri ramodott meg a bal szélen, lefutott a védőjét, ám Zöldesi jól mozdult ki kapujából és hárított. A várdai válaszra sem kellett sokáig várni, egy gyengébb lövési kísérlet után a 13. percben Misics kínálta meg 28 méterről a hazaiaknál csapatkapitánnyá előlépő Jovát, akinek a lövést még sikerült a léc alól kiszednie. A 30. percben Lukasz vágta előre a labdát, Kelemen luftot rúgott, így Ilics léphetett ki, középre passzolt labdáját azonban Délceg felé pörgette. Néhány percre rá aztán már a várdai kapu előtt adódott veszély, Kártik Rezes Kártik volt a labda útja, majd egy csel után lövés 14 méterről, de Zöldesi nagyot védett. A Spari a hosszú indításokra alapozott, több jó megugrásuk is volt, különösen Dragóner volt aktív. Az egyik ilyen indítás alkalmával Zöldesi hozott szívbajt a vendég szurkolókra, amikor egy hosszan előre játszott ívelésre rosszul mozdult ki, de szerencséjére a labda nem a kapu felé tartott, hanem az alapvonalon keresztül hagyta el a játékteret. A játék részvárdai helyzettel zárult, Ilics visszagurítását Misics küldte 16-ról laposan kapura, Jova azonban védett. A második játék részben inkább a küzdelem dominált, mindkét edző taktikázni próbált a cserékkel, a nyíregyháziaknál a hazai szurkolók nagy ovációja mellett Bajzát is pályára lépett a 84. percben Rezest váltotta. A következő percben azonban a várda csere csatára Gosztonyi perdített szépen Ilics elé, aki szépen fordult le, Jova azonban jól lépett ki a kapujából. A meccs végén még egy Spari kapufa is akadt, azonban Bajzát lesről indult, így hiába lett volna gól az akció végén. A mérkőzés végül meglehetősen jó iramot, nagy küzdelmet és taktikai csatát hozott, gólt azonban nem, így 0-0-val ért véget a megyei rangadó. A hazaiak vezetőedzője hiányérzettel zárta a meccset, szerinte győzniük kellett volna. Azt gondolom, hogy még annak ellenére, hogy rendkívüli taktikai csata volt a mérkőzés, még talán a közönség is jó szórakozhatott a nagy helyzetek alapján. Hiány érzetem van, mert meg kellett volna nyerjük a mérkőzést egyértelműen. Tehát azt gondolom, hogy a pályán az történt, amit mi akarunk. Tudatosan álltuk a területet, próbáltuk a labdaszerzéseket oda helyezni, ahol utána sebet üthetünk, sajnos meg kell ilyen szintű zítszereket be kell tudani egy ilyen rangadó, ha meg akarjuk nyerni. De ettől függetlenül gratulálni szeretnénk a csapatnak, mert rendkívül tudatosan és okosan futballozott. A vendégeknél Kondás Elemér a gólt hiányolta a mérkőzésről, és a pontatlanságokat emelte ki. Igazi rangadó volt. Szerintem jó iramú mérkőzés volt, harcos
játék folyt a pályán, viszont sok hibával mindkét részről szerintem, ezért nem tudtak kialakulni igazi nagy helyzetek. Mi is előrefelé játékban pontatlanok voltunk, mint szoktunk, és az utolsó passzok egy picit hosszúak voltak, egy picit lekéstünk róla, és ezért nem tudtunk gólt kialakítani. Ugye itt a végén volt az Ilisnek egy zincere, amikor kilépett a kapusra szembe, és nem tudom, elhagyta a labdát, vagy rálépett, vagy nem tudom, mi történt. Ebben volt talán olyan a mérkőzésen, ami eldönthette a találkozó sorsát. Szerintem mind a két csapat nagyon szervezett volt, hazaiak is nagyon fölkészültek, és hát amit mondtam is az elején, hogy egy igazi megyei rangadó volt, nem csak megyei rangadónak felelhez meg, hanem szerintem emlékező rangadójának is, és örülök neki, hogy nagyon sokan kilátogattak szép számú közönség előtt. Ebben a mai mérkőzésből igazából a gól hiányzott valamelyik csapat részéről. Mi abban bíztunk, hogy a mi részünkről születik majd meg ez a gól, de sajnos nem sikerült. A döntetlennel maradt a két csapat között a 10 pontos különbség a tabellán, a Kisvárda 30 pontjával továbbra is a második, még a Nyíregyháza 20 pontjával a hetedik helyen áll. A Kisvárda szombaton a Dorogot fogadja, még a Spari a Siófoknál vendégeskedik majd vasárnap. Most pedig híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Vámmentesség a megyében. Záhonyban jött létre az ország első 17 ezer négyzetméter nagyságú vámmentes területe. 4 milliárdos beruházás, lerakták a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola alapkövét Fehérgyarmaton. Megnyílt a Szent László örökség út. A kezdeményezés célja, hogy megőrizze és megerősítse a lovak király örökségét. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták október 16-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Marad a napos idő reggel ködfoltokkal. Anticiklon leszálló légmozgás alakítja a Kárpát-medence időjárását, ezért folytatódik a száraz, a szokásosnál melegebb idő. Az éjjeli órákban derült idő várható, de sokfelé párássá válik a levegő, és köd is képződik. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a köd feloszlása után többnyire derült, napos idő várható, csapadék nélkül, gyenge marad a légmozgás, délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A térségünk időjárását meghatározó anticiklon középpontja a következő napokban keletebbre helyeződik, de a hét közepén is folytatódik a csendes őszi idő. A köd, illetve az alacsony szintű rétegfelhőzet feloszlását követően még napos idő lesz a jellemző, kevés fátyolfelhővel. Pénteken és szombaton a változóan felhős égből néhol már előfordulhat kisebb eső, zápor, de a hőmérséklet nem változik lényegesen. Vasárnap az erősen megnövekvő felhőzetből már nagyobb lesz a csapadék esélye, és hűvösebb levegő áramlik fölénk.